We've made so much progress. You have the safest economy in the world. The whole economy grows. We're making the world safer and stronger. Tisztelt hölgyek és urak! Ez a videó egy figyelemfelkeltő, pontosabban akár mondhatnám emlékeztető, a történelmi gondolkodással kapcsolatos filozófiai blog bejegyzésemnek, ami ugye ezen a igazak-e.wordpress.com-on található, és a neve az döbbenetes Mindbender Blog About Five Philosophy, hogy egyszerűen igazak-e. Ugye itt rögtön a mai napon, július 25-ének ez a felvétel készül, ugye egy aktuális esemény, a Joe Biden amerikai elnök visszalépése, erről egy bejelentést tett szerdán előző nap. Ugye itt tételek azok voltak, hogy semmi a személyes ambíciósabb, mert fontosabb a demokrácia megmentésénél. Itt nyilván a liberális demokráciáról van szó. Ennél fontosabbnak tartom azt a kijelentést, amit ugye ő úgy jellemzett, hogy Amerika határvonal előtt áll. A most meghozott döntések meghatározók lesznek az amerikai nemzet és a világ számára egyaránt a következő évtizedekben. Azonban az, amit ő elkezdett, annak a folytatására számít a utódai által, tehát, hogy továbbra is nemzetközi összefogás legyen a idézővetett Putyin megállítására vonatkozóan, ami egy új dolog, ugye az a NATO-ban elért egység mintájára hasonlót szeretne létrehozni a csendes óceáni térségben, ugye még 6 hónapja van, tehát ezzel foglalkozhat az ottani szövetségesekkel. Na most, ennek a blogbejegyzésnek természetesen a fedőképe, vagy ennek a videoblognak, nem a blogbejegyzésnek, ez a 4-es képből álló valami, ami ugye tételesen ezeket mind megnézzük, hiszen itten egészen 2023-ig visszamenően volt bizonyos együttműködés Orbán Viktor és Joe Biden között, ez szintén egy NATO ügyben, és ahhoz képest ugye a NATO ma már egészen másképp pozícionálja magát. A elnök ugye egy ellenfelével, Trump elnökkel, a korábbi elnökkel tartott hetekkel korábban egy vitát, és ezen csúnyán leszerepelt, amihez hozzájárult ugye az egészségi állapota. Ez indította el azt a folyamatot, ami eredményeképpen ugye most lemondott. Előtte azonban 11-én, július 11-én tartott egy úgynevezett szóló a sajtókonferenciát, tehát amit egyedül szerepelt ezen a sajtókonferencián, annak bebizonyítására, hogy azért egészségileg még mindig jó állapotban van, tehát alkalmas a második elnöki ciklusra. Ezt a NATO csúcstalálkozó lezárásaként tartotta egyébként, és hát ennek kapcsán ugye kigyűjtöttem azt, amit egyébként egy korábbi első, még csak levél formában történt bejelentésében mondott. Lefordítom magyarra ennek a videónak a adott részeit, amit majd ugye látni fogunk. Annyit oly sokat fejlődtünk, tiétek a világ legbiztonságosabb gazdasága, az egész gazdaság növekszik, biztonságosabbá és erősebbé tesszük a világot. Tehát ezek ilyen szlogenek, de hát ez valahogy kifejezi azt a lényeget, amit az ő elnöksége állítások szempontjából legalábbis képviselt. És ugye hát ehhez képest következett az, hogy július 21-én egy ilyen levélben ugye tette közzé azt, hogy majd a pártom és az ország érdeke írja, hogy visszalépjek. És itt ugye aláhúztam azokat azt, hogy itt ugye az egyik állítás az, hogy a legerősebb gazdaság a világon, ugye ez itt úgy hangzott el, hogy a világ legbiztonságosabb gazdasága, és hát nagy előrehaladás történt az egész ország szempontjából, annyit oly sokat fejlődtünk, stb. Stb. És hát ugye akkor jelentette be ebbe a levélben, hogy a hét folyamán majd
fellép a ország nyilvánossága előtt, hogy minek következtében döntött így, ahogy döntött, hogy visszavonja jelölését a következő ciklusra. Itt figyeljünk fel erre a bizonyos aláírásra, mert ennek a következőben lesz szerepe. Ugyanis az igazság az, amikor a sok-sok ember, aki nem értette, hogy miért levélbe közli ezt, ami nem lehet legalább egy kis rövid videóban ezt bejelenteni, stb. Stb. Na jó, előtte ugyanaz volt, hogy éppen egy kampánykörútról kellett sürgősen hazatérnie, mert hogy rosszul lett. A hírek arról szóltak, hogy Covidot kapott, de hát mondjuk ahhoz képest elég gyorsan rendbe jött. A mostani országos fellépés ugye 3 napra elkövetkezett be, és összehasonlították a korábbi elnöki rendeleteken szereplő aláírását, látszik, hogy itt egészen más aláírás van. Tehát itt rögtön fölmerült a gyanú, hogy egyáltalán hol van ő most. Ugye itt ilyen mémek voltak, hogy hol a pitlákban vagyok én, fogalmazzak így. De voltak olyan mémek is, amik azt mondták, hogy Óram Isten, hát ez az új banán köztársaság, az USA, maguk az USA polgárok egyeseik vélték ezt így. Na már most, és ez érthető volt, hiszen egyértelmű volt, hogy nincs elnök. Tehát bármi történhet, hiszen háború zajlik, ugyan Ukrajna és Oroszország között, de hát valójában az Egyesült Államok és Oroszország között, stb. Stb. Na most, aztán ugye ez bizonyos mértékig 22-én, tehát 2 nappal ezelőtt ez megjelent egy olyan formában, bár ez még további kérdőjeleket támasztott, egy úgynevezett elnöki utasítás, aminek a lényege az, hogy az Ukrajnával kapcsolatos kérdéseket, Ukrajna támogatását, mint elnöki hatásköri funkciót átadta, érdekes módon ez mindenki nagyon meglepett, a pénzügyminiszternek, illetve a külügyminiszternek. Aztán hát nem sokkal rá, ugye rá a következő nap végén, 23-án megérkezett, visszatért a Fehérházba, ugye dél körül, és hát 5 óra 10-kor pedig közzé tette, hogy szerdán este fog 8 órakor ottani helyi idő szerint Easter Time. A magából az ovális irodából fog majd szólni az ország népihez, és hát az a MTI híradás, amit ugye itt láttunk, az ezt fejezi ki. Na már most ugye egy évvel korábban viszont, július 11-én szintén, Orbán Viktor, aki akkor már ugye ezt szerepeltette, hogy Magyarország a béke pártján áll, ezt a képet tette közzé az előző évi NATO csúcs találkozára, ahol Biden kezet fogott vele. Kívánította ki, hogy kösz a segítségért és vagy kettős nyereség. Tehát, mert miről is volt szó? Arról volt szó, ugye ezt 2023-at írunk, hogy Németh Zsolt utána néhány nappal a Inforádióban beszélt erről, és a lényeges információ, amit ott hallottunk, hogy Kína volt egész addig a fő vetélytárs és a fő fenyegetés is, azonban egy évvel ezelőtt még határozott elkülönítésre került sor, biztonsági percepció tekintetében, és hát akkor egyértelművé vált, hogy Oroszország az igazi fenyegetés. Így ugye ez volt egy európai megközelítés ezen a csúcs találkozón, annak ellenére, hogy, és ez felül tudott kerekedni, hogy egy nagyon erőteljes amerikai nyomás volt, hogy Oroszország helyett Kínát kell a fő fenyegetés központjába helyezni. Az amerikaiak, hát ugye Biden elnökkel az élen, meg megadták magukat, sőt, ugye az a megfogalmazás került be egy évvel ezelőtt, hogy Kínára úgy tekint a NATO, mint kulcsfontosságú tényezőre a globális biztonsági problémák rendezésében, és párbeszédre van szükség
több ponton is, bár nem tekint el attól, hogy kihívásként tekintsen Kínára. Ennyi volt a lényege ennek a dolognak, na hát ez most eléggé határozottan változott. A NATO ugyanis most már ezen a jubileumi csúcs találkozón, ami is most júliusban, Kínát tartja sakban, ez a legfőbb változás, úgy, ahogy annak idején ugye a Szovjetunió sakba tartása volt a NATO legfőbb célja. Egyidejűleg ugye erről egy videó van magában ebben a bejegyzésben, amit megmutatom, hogy hogy lehet majd oda eljutni, de viszont ezzel egyidejűleg ugye az is itten lelepleződött, hogy a nyugat miért is finanszírozza ezt az egész ukrán-orosz háború. Hát elsősorban azért, mert a lítium forrásokra van szüksége. Na már most ugye visszatérek ehhez a kezdeti szlájdhoz, ami ugye közvetlenül a mai éjszakai beszédet illeti, akkor itt ugye ezen a bizonyos igazak-e.wordpress.com című bejegyzésen, ezen az igazak-e a történelmi gondolkodásról szóló részben van szó erről a dologról. Na már most, ha tovább megyünk, akkor ugye itt majd lehetőség lesz erre a kettő videóra kattintani, és ebben a bizonyos két, tehát egy évvel ezelőttiben látszik az, amelyben lassított felvétel formájában a Orbán kiszolgál demokráciából globalitást. És itt találhatók ugye azok az eddigi fő fejezetek, hogy a történelmi gondolkodás változó igazsága, az új történelmi időszámítás témájának kiindulása, BRICS Plus és BRICS elszámolási egységkont a CBDC, hogyan befolyásolták a kereskedelmi kapitalista erők a protokapitalizmusról, a korai kapitalizmusba való átmenetet, és nem utolsóban ez, hogy a NATO válasza működtetéséhez a nyugat által éppen kialakult és aktuális szabályokat nem elfogadó országoknak, még akkor is, ha ezek bármilyen szabályok bármikor szembe mennek a nemzetközi együttérés addig fennálló törvényeivel. Hölgyeim és uraim, ugye itt látható ezek után, ahol meg tudják nézni ezt a bizonyos további részletet. Én kattintással mennék végig ugye ezen a bejegyzésen, ugye, itt látható, hogy milyen részletek vannak. Tulajdonképpen ezután itt látható, hogy korábbi videóimnak a háttérszövegei beleértve, ugye a legutolsót, és végül is, ha ugye itt nézzük, akkor így lehet eljutni ahhozokhoz a részekhez, amelyek itt előzményként is szerepeltek. De természetesen a egyes fejezetek mellett az egész videó tartalmak csak a felvezetést jelentik. Korábbi Facebookokra való utalás, Facebook bejegyzésekre való utalást találunk itt, és hát ilyen kifejezett ilyen infografikus ábrákat is, amiknek van jelentősége. Ilyen értelemben célszerű tehát megismerkedni ezzel a bejegyzéssel, ami persze nem végleges még abban az értelemben, hogy például ezt a most láthatót, ezt majd még most fogom továbbiakban aktuálisabban kifejteni. Itt szó van persze aktuális információkról már, amiért a globális pénzvilág átalakulását jelzi, de videóutalással majd még a továbbiakban is szolgálni fogok. Vissza is utalás is történik itt arra, amit korábban tervezett a nyugati világ, amit valószínűleg meg is fog majd valósítani valamilyen formában, de minden esetre ezt
már nem fogja átvenni az egész világ. És hát legutoljára pedig itten egy fontos történelmi visszatekintés bizonyos átmenetekre, a feudalizmusból a kapitalizmus különböző stádiumaiba, a korai kapitalizmustól kezdve a ipari kapitalizmusig, még befolyásolták ugye azért ezt a fejlődést, egészen a kereskedői kapitalistákig visszamenően, és hát ugye az ipari forradalom, ezek elvben ugye jól ismert dolgok, de felhasználom a Microsoft Copilot nevezetű mesterséges intelligencia asszisztenciáját ahhoz, hogy itt még egyszerűbben lehessen ezeket a dolgokat de látni. És így érkezünk el ahhoz, ami a legfontosabb, ugye így tudunk elugrani erre a két bejegyzésre egy korábbi linkből, és ezután jön még ugye két videó, aminek persze majd még egy következő kiegészítő felvezető videó esetében fogok mindenképpen hivatkozni. Köszönöm figyelmüket. És itt ezek a képek emlékeztetnek arra, hogy volt egy merénylet Trump ellen, ami ez alatt a 10 nap alatt se derült ki érdemleges információ, egyszerűen elszabotált a titkos az elnöki titkos szolgálat, vagy a titkos szolgálat, hogy mondják, hogy akár a kongresszussal közölje, egy meghallgatásra derült ez ki a napokban, hogy milyen időrendisége volt ennek az egész merénylet kísérletnek, ami ugye nem járt sikerrel, mert Trump éppen elfordította a fejét, és csak annyira, hogy a fülét érje. De ugye ez egy önkéntelen mozdulat volt, amikor éppen másfelé tekinteni akart a beszédek közben.